Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és egy újabb kis játékkal kedveskedek nektek. Ugye van a Visage, illetve most a Green Hell, hogy igazából ne legyen unalmas számotokra, hogy folyton csak Visage van. Így felváltva fognak jönni ezek a videók, és akkor így nem lesz így, hogy úristen, úristen, csak megint visszaesven, lelelele. És legyen uncsika. Uncsika, jó megmondtam. Legyen teljesen unalmas. Úgyhogy Green Hell-ezni fogunk most. Ugye kijött a Green Hell-nek nem olyan régen az új kieg frissítése. Nem a grafikát akartam. Szerintem ez így jó lesz. És... Egyjátékos mód! Jó! Tehát ezt még nem játszottam nektek. Úgyhogy most... Igazából így, azért szerintem ez így mind rendben van. Úgyhogy, ezekkel a beállításokkal megyünk tovább. Úgyhogy, most... ide fogok szerintem menni, mert ezzel a kettővel már játszottam. Kipróbáltam, hogy milyen. Hogy elindul, stb. Stb. Úgyhogy... Pillanat, csak éppen keresgélnek, már megint. Mindig. Tere-tere-tere. Na. Kávé. Sorry, egyébként a fejemért nagyon reggel van, és... ilyen a reggeli fej. Úgyhogy most kávézok. És remélem, hogy jött egyébként egy Windows frissítés. Úgyhogy nagyon remélem, nagyon remélem, hogy megoldotta a Green Hell problémát, ugyanis úgy döntött a Windows, hogy csodás frissítésnek áll a... Nem úgy akarja a Green Hell-t játszani, ahogy az kellene. Viszont most bejátszás... Dear Mia, I know I should be there with you, but if there is a chance, the Omalu promised that they would help you. I just need to find the Yabawaka. I'm not in any danger. You know they are friendly. I just need to gain their trust, like you did. Don't worry, I'll fix this. Just wait for me. And Mia, imagine how we could change the world. Huh? What's that? Oh! Oyohua! Nakta! Oké! Okay. Hát lelőttek! Oké. Okay. Szóval, az az új kieg egy ingyenes frissítés által jött. És azt kell tudni róla, hogy folytatja az előző játékot.
viszont úgy, hogy tehát egy előzmény sztorit viszünk. Wow. Most megint jó, 60 FPS. Nem, több mint 60. Nem értem ezt a Windows-t néha. Annyira... Na, elmondom, hogy mi volt a baj. És csak lekopogjuk. Azt csinált, hogy olyan szinten laggolt, hogy nem tudtam vele játszani, pedig látjátok, tehát full grafon van és mindegy. Ha levetem love grafra, tehát a leges, legrondább mindenre, akkor is úgy laggolt. Nem volt FPS-em, tehát ilyen 20 FPS meg ilyesmik voltak. És azt hittem, hogy szarag gép, upgrade-elni kell, aztán rájöttem, hogy á, nem, csak a Windows, ja. Úgyhogy örültem neki nagyon. Nem kéne leesni. De... Egy pillanat. Ó, egyébként már vártam, hogy játszhassak ezzel a játékkal nektek, csak nem tudtam, hogy mikor fog megjavulni az a Windowsnak ez a extrém durva problémája. És ez úgy nem lett volna királyságos. Na jó. Tehát egy... nincs térkép. Tehát a lényeg az, hogy... új ellenfelek is bekerültek, egy új hatalmas nagy hely, ahol most vagyunk, és elméletileg és gyakorlatilag össze van kötve ez a hely az előző mappal is. És... új állatok is vannak. Új ellenfeles állatok. Úgyhogy én ezt a játékot egyébként nagyon-nagyon élem. Ezt... nem jó. Tehát az előző tapasztalatokból fogok hagyatkozni. Úgyhogy aki viszont a visszázsot várja, ne haragudjon, hogy más is van. De kell egy kis változatosság szerintem. A játék egyébként, hogy parad pénteken jön, higgyétek el, nagyon lesznek benne para helyzetek, szóval nem olyan durva persze, mint egy viszázs. Egy nagyon durva, nagyon durva horror, de lesznek benne dolgok, ne féljetek rendesen. Főleg eljön az este. Ja, másrészt. Az ellenfelek már nem csak azt csinálják, hogy... tehát megláttuk őket, és... keresd meg a csónakodat, keresd meg a maszkos törzsi bölcset. Jó. Úgy látom, amiket megtaláltunk az előző részben, azok megmaradtak. Jó, szuper. Tüsszenteni kell. Ami birizgálja az orrom. Azt hol van a csónak?
Gondolom víz közelbe, szóval arra megyünk. Ha, az meg mi volt? Ja? Leguán. Értem. Most... Hát nem itt fönt lesz, hanem... Kizárásos alapon. Erre lent... Na. Lentebb. Gondolom. Ha már vízesés, nem mászott föl a csónak vízesésen, úgyhogy... Valahol itt egy tatu. Ja, ott van előttem. Ugye a vízbe óvatosan, mert lehetnek ilyen ráják, azt meg csíp, meg szúr, azt vége van. Ott instant halál. Tehát... Elég gyorsan kinyiffant. Kaka! Az kell. Meg óvatosan, óvatosan, mert a kígyók... Mennyi kaka van? Ja, meg hát itt lehetnek izék krakadil, vagyis kajmán, de igen. Viszont barkácsolni kéne. Fákja. Az se rossz, de... Nem. Majdnem összepizsiltem a testemet! Mondom, valami jön mögöttem, így tik-tik-tikkel a... Na most szó... Nem! Mi? Mondom, pont most beszélek erről, hogy jön egy kajmán, tes, és... Ele! Hát ez így! És ott egy kajmán! Eddig a kajmánok fel tudtak menni a fára. Jó, nem úgy mászik fára, hogy értitek, csak hogy... Jó, hát végül is igazából is fel tudna menni így, tehát hogy... Az előző patchben nem volt ilyen. Te jó Isten! Mondom, na jó, most már hátra nézek. Hogy mi ez? Érted? Hát majdnem össze... Úristen, majdnem... Ó, mi? Fú, te! Majdnem... Ó, jaj, az... Fú, gyerekek, az most nagyon fáj. Ed most... Nem. Úristen! Jézusom! És amúgy nagyon gyors. Tehát, hogy ő most engem becserkészett. Amúgy nagyon vigyázni kell. Mert kegyetlen gyors. Rád fut. Gyerekek, még mindig érzem, annyira megijedtem. De tényleg olyan szinten megijedtem, hogy nem. Ó.
Jaj, mi mindig... Tehát amikor tudod, amikor így... Amikor így ilyen istenesen megijedsz. És... És felszokik a vérnyomásod. Itt vagyok a dzsungel közepén. És ugye annyira olyan szinten megijedsz, hogy egy csomó ideig még ver a szíved, és annyira, és ez az ijegység érzés, hogy belülről fáj, érted? Na most! Jaj, de megijedtem. Mi mindig fáj. Tehát szabályosan fáj. Valamelyet... Ott a csón. De itt is lehet kajmán. Fagyanta. De megijedtem. Meg lehet ugyanúgy izé... Ilyen tigris izé bigyó, vagy mi a tököm. Meg... Leopárd, meg... Puma, meg most azt hiszem van, izé... Ó, itt van minden. Doboz. Poor Pedro. Pedro. Hová tűnt Pedro? Fedem csillapító? Túlélés művét. Ja, innen tudjuk. Jó. Rönkágy. Micsoda. Ja, hogy elolvastam, és ezeket meg tudom csinálni ezekkel. Ja, értem. Van matrac, van ott izé. Nem csillag. Itt legalább tudok aludni. Kicsit izé vízbe áll, de nem vészes. Ott meg nincs, az meg nem vizes. Hello? And it's broken. Great. At least they know I'm here. Wherever here is. Kezd lassabb alább hagyni a fájdalom, de mi mindig fú, de durva. Ez nagyon... ez kegyetlen van. Mondom, nézem, mondom, ott tényleg hallgattam, hogy mi az, ami éten mögöttem itt ilyen tik-tik-tik lépésbe jön. Tudod, ahogy én? Így. De nem is volt hangja. Tehát, hogy nem is az, hogy ez a tipikus... Most mit csinálni kell vele? El kellett mondásni, vagy mi? Utolsó bölcsát, kisizsdő, hogy égesd el a kapitány holtestét, az alkatrészeket, a rádió megjavít. Keres alkatrészeket! Ó, jó van, oké. Csontforog. Mennyi mindent tanultam? Várjál már! Kőpenyő, izé. Tűzsiholó. Jó, és az mi kell? Oké. Horgászbot! Ó, csontforog. Koszos vagyok. Grillrács. Vízszűrő, meg ilyen. Ó, hát az kell. Kőcsapda, az is jó. Rákcsapda, az is jó. Ültetődoboz, micsoda. Ez de jó. Ez jó, ez menő. Na, akkor fát kell vágni, még rá nem támad egy másik kajmán.
nagyon fájt a szívem, de tényleg szó szerint úgy megijedtem, hogy nem baj, fájdult, majdnem meghaltam. Mindegy. Vágd már ki! Egy rönk. Két rönk. Pálma levél! Hát jó van. Ez nem jó. Vagy pálma kell? Várjál, ez banán. Ez miért nem jó? Nem jó, persze. Jó, hogy nem jó, most neked semmi nem jó. A szívem. Majdnem ketté ment a szívem. Nagyon éhes vagyok. Most így eszembe jutott. Valahova építeni kéne valami. Valami bázist. Lemegy a nap, azt itt baj lesz. Mi ez? Száraz. Ó, de megijedtem. Még két rönk, hát hagyjál már békén. Esik az eső. Amúgy a játéknak van egy kis bugja. Nem tudom egyébként, hogy azóta már frissítették. Mert a többiekkel azért elég szeretettel játszunk. Deszka! Csinálok egy pár kőfejszét, mert úgy látom szükséges. Mit lehet még csinálni? De lehet még valamit hozzárakni, nem? Nem. Akkor kötelet? Nem. Még fát? Nem. Kicsit? Nem. Akkor ez ennyi. Na, van három. Darab. És deszkák kellenek. Ez csodálatos. Akartam is kérni, hogy... Rég deszkáztam. Vágd már ki! És hogy kell bedeszkázni? Vagy... Begyűjt? Deszka! Egy deszkát szereztem! Mi? Csak ekkora fából egy deszkát? Két deszkát. Na, nagyon helyes. Szóval rakta. Ja, oda. Két deszka. Na, van itt deszka. Jó, van. Ennyi volt.
Nincs itt több deszka. Enni kéne valamit a... Ennyi? Nincs több deszka. Az jó. Az ilyen tüskés fa. Íj! Na jó van. Nagyon sötét lesz mindjárt. Száraz levél, az jó. Csinálni kéne valami izét. Valami... Elküldöm emberünket aludni szerintem. Az energiája már le van csökkenve. Most is így visszaemlékszem arra, hogy ott volt kömögöttem egy kajmám. De szép csillagos az ég. Vannak kaják a vízbe. Ó, baj lesz gyerekek, mert lemegyek, azt megesz valami izé. Valami olyan. Valami ilyen nagy dög. Mik ezek a hangok? Nem szeretem a dzsungelbe az ilyen hangokat. Hát... Én ide fogok táborozni. Ide-e! Basszus. Fű, de sötét van. Jó van. Felvételen nem annyira sötét, mint... Mint ami nekem. Fura. Lehet, hogy nem sötétségbe kéne menni. Le a víz alá. Lehet, hogy nem tesz ott az egészségnek. Ha beledöglünk. Na, 11 óra 26. Jó van, ne idegeskedj! Ó, mennyi madárka! Lövünk belőle magunknak. Remélem az a ha... Az a török az ég. Ha ne essen már! Oké. Okay. Jó, kaja az van. Most már. Van valami rajtam. Ja. Pijauca. Na. Viszont írja, hogy van kajám. Úgyhogy... egy ilyen kis konzervet felnyitok. Ó, nagyon jól meg. Meg egy nagyot. De jó, most már írja, hogy mik, melyik, micsoda. De jó. Jó, hát sokáig erre nem támaszkodhatok. Úgyhogy gyorsan csinálni kell valami bázist. Arra szükségem van. Ezt mindjárt megnézem, hogy ide erre nem lehet építkezni. Mi az már megint? Mit szereztem? Kosz. Jó van. Ja?
Egy ilyen alapra nem, ezt nem tudod felrakni. De ide, igen! Mi? És ide csinálni fogok egy izét. Egy ilyen létrabigyót. Ó, hát olyan terveim vannak akkor most már. Ja, szörmezik a karakter. Ah, basszus. Ó, nagyon, nagyon szomjazik, jó. Mi volt ez? Bármi volt, megölöm. Majd visszafutok a hajóra. Lőd már ki. Na haragudj, kapitány, de... Ja, most várja, túl nehéz vagyok. Ó, de jó. Ilyen gyorsan tud futni. Ilyen gyorsan tud futni. Ezzel hátra rakom. Wow, de jó! Ez menő, ez jó. Kell egy nagyobb fa. Ki tudok még vágni. Nyugodj már meg! Be vagyok tojva. Pedig én szakképzett túlélő vagyok. Amíg sétálunk, elmeséljük, hogy... Hogy Mizu van. Ó, megy odafele az értékem. Szerintem szomjan fogok pusztulni. Hát jó, akkor az lesz, hogy iszunk ebből a pocsolya vízből. Addig nincs mese. Aztán, ha elkapunk valami retket, akkor azt majd valahogy csak megoldjuk. Amúgy azt kellett volna csinálnom, hogy egyből építek izét. Ilyen... vízszűrőt. Mindegy, most már elbasztuk. Az nagyon fontos, ha még nem is eszik egy darabig, de legalább igyon. Na várjatok, vízszűrő. Víz. Bambusz vízgyűjtő, vízszűrő, de kéne hozzá valami cucc. Vízszűrő. Vízgyűjtő kell nekem. És pont esik az eső. Nem fogom tudni kiszedni. Ó, hogy... Sok itt a levél. Csitulj már! Igyál ebből! Jó van, parazitáim vannak. Nagyon szuper, akartam is kérni. Régen volt parazitám. Hosszú bot 4? Micsoda? Na.
Jó. Ide menni fog majd egy létrá. Így-e. Vagy föl fogok menni. Mi ez a hang? Halló? Csokkolom, én csak kivágom az esőerdőt. Na mindegy, szerez nekem még hosszú botot. Na, menj már, menj már. És mibe akadtál el? Egy. Kettő. Három. Négy. Na nagyon szuper, pont erre gondoltam én is. Kivágom itt az eső. A parazitával is mindjárt csinálni kéne valami. Bot! Na most tedd már le! Tedd már le! Ja, csak leraktam a levelet. Jó. Banánlevél. Na nagyon szuper, hát van itt egy csomó. Ennyi kell. Na most szopac. Banánlevél. Van ott kókusztálam. Azt oda alá tudom rakni majd. És abba majd gyűjtöm majd a friss vizet. Ú, de jó. Meg ez husi papagájtest, meg ez is husi. Nagyon szuper. Na, nagyon szuper lesz ez, gyerekek, nem? Döglünk meg. Még. Mi kell nekem? A banánlevél. Egy, kettő. Mindet fölvesszük. A banánlevél. Szuper. Ting. És hogyha esik az eső, már rakom is alá. Kókusztálat. Így-e? És abból tudok majd inni. Viszont csinálnunk kell valamit a parazitákkal. Ahhoz tudom, hogy keresni kell ilyen sárga színű gombát. De narancssárgát, nem ezt a világos színűt. Már csak energiát ad. Jó, és ezt meg hol találok? Kevés kötelem maradt, szóval azt gyűjtünk be. Hát igen, egy kicsit rutinosabb vagyok már ebben a játékban. De most nem vagyok túl magabiztos. Ettől függetlenül, bármikor megehet bármi. Konkrétan. Úgyhogy az nem királyság. Szóval parazitáim vannak, azt viszont nagyon le kéne szedni. Mert csökkenti a jó, talán a józanságot is, ugye, és azért parazita, azért meg is döglünk. Ez egy tatúnak a hangja. Sárga gomb! Majdnem betoltam. Sárga gomba. Így van. Már nincs is parazita. Oh. Ezt is meg lehet enni, de még... De van, most nem megyünk barlangokba, meg ilyenek. Ez éljük túl azt, hogy élünk.
Szuper! Madártól, husi, minden van. Na, majd meg kell sütni. Egyébként a tégésztek a játékkal ezt meg lehet enni, ha? Te megijedtem! Megint a belső érzés. A féreg egyébként, ha sebünk van és elfertőződik, az nagyon jó rá. Ezektől a vizektől itt óvakodni kellett, ettől független. Megint szembe jön velem, már majdnem infarktus kaptam, azt hittem, hogy egy puma. Megőrít. Száraz levél? Ez mindig jó. Tűzgyújtáshoz. De menj már innen, mert azt hiszem, hogy puma vagy, és puma is így néz ki. Na. Viszont nem merek tüzet gyújtani. Mert... na, viszont nagyon jó esik, hogy este fog az eső. 10 szomjúság, nagyon jó. Most gyorsan feltöltöm az ittókámat. Másik az eső is ilyenkor gyorsan átnézni a szűrőn. Ó, maxon van. Nagyon szuper. Na! Az ott egy rák. Azt csak leszúrni lehet a páncélja miatt. Ismeretlen gyümölcs. Na, most már nagyon nehezek vagyunk. Úgyhogy... ezt eltartalékoljuk. Ez mi az Isten? Együk meg. Nem merem. Együk meg. Nem lehet menteni. Nem lehet menteni? Ja, de hülye vagyok, hát úgy lehet menteni, hogy izé. Jó, hát tüzet csiholok. Kicsi tűz, ez jó lesz elég is. Mert... szuper. Jó, és akkor ide rakom a tüzet. Na tűnjél már el. Te izé. Na azért. Ah, talán nem lesz annyira feltűnő. Szuper. Jó. Ugye lehet is grillezni. De jó nekünk. Rá lehet úgy rakni. De... meg a tetejére lehetne rakni ilyen... cumót. Hogy ne, ne aludjon el a tűz. Szóval elég szar helyre raktam. Mindegy. Parázs szükséges. Nincs is tűzgyújtószer számom. Az kicsibot, meg ez kell. Használ. Bele kell rakni száraz izét, levelet. Így, yeah. Come on, son of a bitch! Oké. Nagyon szuper. És akkor most... begyűjtöm. Itt egy húsi! Ott egy húsi! Szuper. Nagyon egy óriás. Begyűjtöm. Begyűjtöm. Szegény állatokat megzabálom. Óriás varangy és tukánhús, nem érdekes. Megromlott, hát akkor... a férgek azok viszont nem romlanak.
apukán, húsi. Addig károknak itt fölöttem, még megzabálom őket. Rendet asszunk a táskába, mert nem bírom a rendetlenséget. Így. Azért már legyen már rendezettség, nem? Hát de. Ó, itt is nagyon rend van, úgy látom. Ez mi? Valami. Izé, ott a kaka a sarokba. Mindegy, akkor a kaka visszamegy a sarokra. Ba. Mert csak... Nem megy be. Ó, hogy... Á, nagyjából jó lesz. Ne! El fog aludni a tűz! A tüzem! Ne! Elalszik! Nem alszik el? De amúgy igen, mert félve... Igen, el is tudott. Jó. Félve csinálom a tüzet, mert ugye a tűzre jönnek az ellenfelek. Úgyhogy az lesz, hogy most sötét van. Alszok. És... mikor már van fény, mondjuk reggel 6-kor, akkor... És mi mindig szakad az eső? Jaj, de szuper! Akartam is kérni, hogy... Szakadjon már az eső. Ja! Király. Szerzünk még 2 deszkát. Aztán... Mindig beakad valamibe. Összegyűjtjük itt a dolgokat, mert itt is ganéság van környezetünkben. Ó. Oh. Na. Kéne még 2 deszka. Nagyobb fát kéne kicsapni. Mondjuk őt. Ez egy kő. Mi? Nem ezt akartam, ami van megint rajtam. Mert bementem a víz, ez megint parazita, vagy vízé, piauc. Na persze. Na! Ászony! Shit! Seriously? Van másik. Na most... Ott egy deszka. Hát, csap már rá a rönkre! A végre! Ja, közben ezeket elviszem. Viccelsz. Milyen jól futkálozok a deszkákkal itt a vállamon. Először is. Szuper. 6 hosszú bot. Na jó.
banánlev... Na jó van, hát... Még finnyázik már, mert közben halott. Vagy banán, itt van. Jól van, szerintem az lesz, hogy itt tesz az utat oda arra. Ezt ki fogom itt tisztítani, teljesen. Még egy le... Egy levél, amit itt hagytunk. Mert csak 6-ot tud felvenni a karakter. Természetesen. És most... Elégetjük. Szegényt. Rest in peace. Egész jó, itt egy jó kis mágiát építettem, mit csináltam ide a házam mellé. Nem? Nagyon romantikus. Na szóval. Szuper. Csak mondom, hogy itt kitisztítom a területet. Rendet rakok a dzsungelba. Mert ott azért... Azért nekem nem mondja már meg a dzsungel, jó? Oké? Tehát, hogy... Fel kell takarítani. Fel kell söpörni ezt a sok levelet. Megint esik ez a nyomorék. Egész jó, már így kezdődik. Már így jó. Az nem tetszik, hogy itt van. Így-e? Arra lehet, az nem érdekel, az a határ. Erre meg így egész jó. Most mondjátok már meg, hogy nem ilyen volt. Ezt megyünk így erre. Ezt fel kéne szedni, ez kötszer. Lehet belőle csinálni. Úgyhogy, ez jó. Na. Mibe akad ezzel? Mi volt a trost? Deszka, nagyon szuper. Oké. Banánám. Begyűjtjük. Jó. Akkor... azt kell csinálni, hogy... csinálni kéne ide. Nem erre gondoltam. Nincs sár. Sarat fölvesszük. Mert akkor megnyílik egy csomó fasság. Mert ha felvettük a sarat, akkor, mint levetek, hogy lehet sárból ilyen sár zuhanyt, mert már itt azért már fensziség van, meg vízszűrőt. Egyébként, nem mondtam még, de nem jutott eszembe eddig, a játék nem drága. Én G2-en vettem meg a játékot, és ugye aktiváltam Steam-en, és mennyi volt? 2300 forint, ha jól emlékszem. Szóval, ez a 2300 forint, az egyáltalán semmiség, és nagyon jó. Tehát tárolódoboz, sárk, ez kell nekem sárkeverő. Természetesen ezt is így ide fogom helyezni. Adott már szétégett a fa,
De emberünk az... az még mindig egybe van. Jó van. Nekem mindegy. Sárkóhó. Jó van. Rönköt kell majd szereznem. Na ebből szerintem nem lesz rönk, csak hosszú bot. Aha. Fasza. Jól van. Whee. Ja, és az, el is vetettem ezen a játéknál, hogy ugye ezzel a játékkal, ugye ezzel a játékkal akár négyen is játszhattok együtt. Valaki csinál egy szerót, és akkor akár négyen is túlélhetitek a dolgokat, és mindenkinek lehet ilyen kis, megosztjátok egymás között a feladatokat, meg minden. Azért, hogy többen játszunk ezzel, és én nagyon szeretem. Viszont a sztorit még ennél nem vittem végig. Úgyhogy... úgyhogy ez viszont... még nekem is teljesen új. Tényleg szétkapálom az egész dzsungelt! Mennyi rönk kell? Még három. Áj. Ott egy halott béka. Ez jó. Egyébként, ha koszosak vagyunk, akkor nyugodtan itt meg lehet mosakodni. És az azért fontos, mert ha úgy ezért koszosan zabálsz, akkor megint parazitád, azt megint szívtad. Akkor begyűjtjük. Hús az van. A tüskés fával még vigyázni kell, mert... ó. Mert az még ez ő. Na nézzük csak. Nincs itt egy normális fa, csak ilyen kis nyikhajfák. De az esőerdő! Hadd nyírtsam már ki. Brazíldió. Hoppá! Ez mi? Nem tudjuk meg sose. Ismeretlen gomba. Ismeretlen gyümölcs. Hoppá. Itt egy teknős. Szia teknős! Nincs pengém. Azt valóba. Mi? Hagyja már meg! Kell a páncélod! Szegény! Aaaaah! Parállat vagyok! Igazi állat! Aaaaah! Nincs hely. Ezért öltem meg szegényt.
Ja, csomó levél lófasz. Bocsánat. Lilium kötés, így-e? Ebben tudok jó levest csinálni, meg minden. A tatuból meg páncélt! Meg amúgy, ha nem akar, nem tudok mosakodni, kiálltak az esőre, azt leviszi a vizei. Szuper, megint tiszta izé. Ó, mamma mia. Nagyon gyors vagyok. Akarok egy fenti menedéket csinálni amúgy, mert ja, ennek hoztam, de hülye vagyok. Az kell még ugyanannyi rönk, hát akkor megőrülök. Ha kivágok itt mindjárt valamit. Találja, hogy be... Oké, megvan a négy rönk, de hozzá még négyet, mert akkor megőrülök. Tuti! Sőt, biztos, hogy az lesz. Tehát, hogy így... Jó van, hát... Hozzá még hármat. Kinyálhatod. Az a kis kajmá, milyen kis komótosan itt mögöttem el volt. Milyen kis cuki volt, nem? Ezt a végén nem ad az esőerdőből semmi, aztán azért... Csak hármat lehet felvenni. Azt kitalálják, hogy hát igen! Azért haldoklik az esőerdő, mert Miharu kivágta az egészet. Ezt felkapálta. Le tudok csúszni. Ha minden bizonnyal. Geronimo! Na, ennyi. Na, folyami sár. Sarat felveszem. Belehelyezzük. Sarat felveszem, belehelyezzük. Oda kéne tábortűz, ha amúgy, de nincsen. Fasza nem van. Ennyi maradt emberünkből? Na jó van. Ezt hamu nem maradt? Tudjak belőle szedni? Na mindegy, hát. Csinálni kell ilyen halcsapdát. Azt nem lehet csinálni. Na mindegy. Csinálunk tüzet. Így-e. Tűz, tűz, tűz. Tűz, tűz, tűz. Tűzi, tűzi, tűz, tűz. Tűzi, tűzi. Come on. Come on.
Tűzi, tűzi, tűz, tűz. Na, milyen szép itt, mint a természet. Ezt kell mondanom. Na, vissza a hátizsákba, kaja, amiatt még megromlik a hús, meg kéne sütni. Az parazitalán is jó, az a gyümölcs. Király. Jó. Ez teknős hús, azt is meg kell. És akkor... begyűjtjük. Brazil dió magot kaptam. Meg valami dolgokat. Ilyen diótál. Jobb van, azt sose használtuk. Meghamízzuk a husikákat. Kéne még hosszú bot, az viszont egy volt egy csomó. Az a baj, ha megint eső lesz, akkor nem fogom tudni megvédeni a tüzemet. Az ott viszont jó lesz. Viszont... ezt meg hogy? Valami. Nem tudom. Hát nagyon rossz helyre raktam ezt a tüzet. Jól van. Megesszük. Van még egy husink, úgyhogy ezt megsütjük. Ne már! Húsim! Ne a húsim! A tüzem! A húsim! A húsi tüzem! Nem már! A húsi tüzem! Kinyalhatod! Nem tudom sehogy se ezt meg... Le kell bontsam. Nem már. Na van, akkor lebontom. Nem is ez biztos. Alava át kell raknom ezt a... Állj! Talán így jó lesz. És ebbe is megy az eső. Jó! Na! Hát ő... mindjárt megoldjuk a helyzetnek a súlyosságát. Jó van. Megint rönköt kell hoznom. Négyet! Itt maradt egy. Oh no. You gotta be kidding me. Igen, sejtettem. Barkácsolok akkor itten valami jóságosat. Így. Itten egy kő. Kőfejsze. Kőláncsa. Az jó. Ö...
kell, mert... Úgy. Lehet, hogy csinálok egy... Na! Bevadult a karakter. Magától. Szuper. Egy. Kettő. Három. Most elég... Ah, igen, mert megettük a húsokat, úgyhogy elég gyorsan tudunk most mozogni. Hát ez a bodybuilder, ez a gyerek. Kell még egy. Nem tudok itt fölmenni. Gyerek! Nem. Mindegy. Akkor... Hát... Nem. Mindegy. Semmi gond. Semmi gond. Semmi gond. Pillanatot kérek. Oké, megnéztem. Mit akartam. Azt hittem, hogy nem jó mikrofon. Már felejtem egy órát, azt hittem jó mikrofonat, majd egy infarktusba haltam meg. Nekem is jó veszélyes helyre kellett költözni. Meg kell egy rönk, azt megvan oldva a helyzet. Viszont barkácsolok egy kőláncsát. Vagy nem. Gyenge láncsa. Nagyon helyes. Na. Kell kőpenge is. Megint esteledik, hát ezt nem hiszem el. Várjatok. Begyűjtöm ezt a sok. Van még? Sima bot van csak. Úgyné. Úgyis mi kell belőle négy. És egy darab izére van szükségem. Minek vettem el? Energiát akartam gyűjteni. Egy darab kő kéne. Kő? Benépesítem az egész dzsungelt. Ah, megint kezdődik. Itt annyi fa van. Ki hinné a dzsungelbe. Hogy hihetetlen. Na, szerintem megépítem ezt, amit akarok. És... utána teszek egy tetőt rá, ugye ezt itt mögöttem lenyírom. Mi? Ennyi volt? Na, van akkor. Jó. Ja. Lol, itt is egy hosszú bot. De jó. Nem baj, de gyűjtöm a kis botocskáimat, meg az eszközöket, mert szükség lesz rá. Na. És erre rakunk egy tetőt. Barkácsolunk egy tetőt. Pálma levél. Nem is pálma, nem is az kéne. Hanem... de, pálma. Nem szóltam. Az a pálma itt. Mennyi kell még? Mennyi? Konkrétan lenyírom az egész izét, dzsungelt. Házat építeni.
Még 5 darab. Jó sötét van már megint. Szóval még elmegyek pálmára vadászni, vágon. A felvételen nem olyan sötét, csak nekem. A hosszú bot, azt is szerezni kell. Valami parazitás vagyok már megint. Úgyis csak 5 kellett, de nem baj. Na hess a hajómról! Szuper! Ezt még nem döglöttem még meg. Csoda. Ó! Hát el lehet menteni ezt a csodálatot. Hát ez instant. Instant mentünk. Mert még életben vagyunk. Tehát, hogy így ez azért... Nem. Oh! Még van. Ja. Na. És akkor meggyújtjuk a tüzet. Hát, hogy jönnek a dzsungelből rám a szívinfarktusok. Na szóval. Meggyújtjuk a tüzet. Milyen ráncos a keze? Nekem is ilyen ráncos. Még. Na. Szépen. Na, amúgy ez itt tök jó lesz, itt fölmegyek. Csak ilyen tetőt rá. Csak olyan izé kell. Sárpepő. Ez. Azt hittem, hogy egy kajmán. Majdnem betoltam. Már megint itt van egy. Mondom, de miért? Miért oda házikot fogok ide építeni, gyerekek? Behaltok, olyan jó lesz. Na! Még nem sült meg. Most már esett az eső. Nincs problém, mert nem fog elaludni a... Jaj. A tűz. Szereznem kell majd egy kulacsot. Ahhoz pedig szükségem van... kókuszra, amit a kókusz majd valahogy nézni kell. De hát most itt nem ilyen indás részen, hanem mondjuk bent a pálmáknál. Valahol. Vagy olyan, mint ez. Ott arra vannak ilyen pálmafák. Na mindegy. Megsülhetne az a hús, hogy megegyük. Gyűjtök vizet, és akkor lehet csinálni vízből finomságosat. Hú, gyerünk! Gyerünk! Teknős hús! Evés. Hogy visszament az energia? Az igen. Jól van. Hát, szerintem én itt elégedett vagyok. Hogy elmentem a játékot. És... na... Esni fog az eső, figyeljétek! Csak szólok, figyeljétek! Nem alszik el a tűz! Mert a pálma leveles tető megvédi. Bezanyám! És ez él ugyanúgy a víz, esik rá, tudok ugyanúgy inni. Szuper! Ó, hát itt mindig lesz vizem, ételem. Nagyon szuper.
Szuperó! Hát ez zseniális. Ah! Megijedtem! Valami ott lesz! Mögöttem! Mert futott. Hallottátok? Hallottátok? Jaj, megint a szívem. Ha nem tudom, mi van a szívemmel, de jó, hogy nem visszázsozom. Egyébként csak szólok, ugye ezt már nagyon-nagyon régen, ezt viszont már nagyon sok ideje mondtam, hogy a szívem nem úgy szuperál, ahogy kéne. Sok-sok éve is mondtam, és egyre öregebb vagyok, szóval. Hó, várjátok, menj a pulzusom. Óra, mondd meg nekem. Ő, mert meg tudja mondani. Ah. Úgy dobog. Érzem, hogy belül dobog, érted? Mi ez? Rám támad valami izé. Ó, remegek. Olyan ideges vagyok. Ajaj. Frissítés. Na, akkor frissítsük le az óra alkalmazást. Hát most... Hét napja miért le utoljára a pulzusomat. Hát most már jó, most már meg kicsit megnyugodtam, mert most felkészülök arra, hogy valami rám támad a picsába. Na mindegy, hát... Na, most már nyugodtabb vagyok. Á, bár remeg még a kezem, de... Üsse kavics. Hát nem tudja megmérni, mert koszos vagy, mit tudom én. Na mindegy, felkészültetek? Na, akkor most még ne bentem el a játékot. Amint kinyírtam, vagy visszamenekültem a hajóra, ott jó lesz. Geci! Ah! Ah, szívem! Geci! Hát... Jó van, nem vagyok ideges. Nem kaptam szívinfarktust. Ma egyébként igen, tudtam egyébként, hogy baj lesz, mert hogyha az a tűz folyamatosan ég, akkor... Akkor izé. Akkor ugye jönni fognak az ellenfelek. De most, hogy elment, el kell mentenem még egyszer, mert hogyha... Ott mentem el, hogy... Hogy jön, akkor baj lesz. És még egyszer, ilyen jót ugrani nem tudok. Jó van, elmentettük. Úristen. Nem csak őt a pulzusát lemérni, próbálja újra. Persze, már is pulzusom. Ki vagyok az élettől. Jó. Na. Oké, gyerkőcök. Akkor... akkor innen fogjuk folytatni. Következőleg. Megijed. Annyira megijedtem! A szívem! Jól van. Oké, akkor remélem igazából tetszett nektek ez a játék. Én nagyon szeretem, én ezt nagyon élem, nagyon benne vagyok, úgyhogy legyetek jók, és találkozunk legközelebb is, és várom a véleményeteket a komment szekcióban, illetve ha ti is szeretnétek a játékot, akkor szerintem érdemes beszerezni és kipróbálni. Ennyi pénzért meg. Szerintem. A másrészt viszont nagyon buli egyébként többen játszani, úgyhogy persze ott több veszély is jönni fog, úgyhogy arra kell kalkulálni. Másrészt pedig... hogyha most tévedtél ide erre a csatornára, nem tudom mit akartam, de úgy megijedtem, bocsánatot kérek. Szóval most tévedtél ide a csatornára, vagy már feliratkozó vagy, de még nincs megnyomva, ha most jöttél ide, a feliratkozás gomb is tetszett, és szeretnél még hasonlókat látni, akkor
ne habozz megnyomni a feliratkozás gombot. Másrészt pedig, ha már ez megtörtént, akkor a kis csengő gombbal tudod biztosítani azt, hogy a YouTube küldjön neked értesítést arról, hogy bármit, ha feltöltök, akkor neked jelezzem. A kis csengőnél is egyébként érdemes ott megnyomni azt, hogy minden értesítés érdekel, szóval akkor minden egyes videóról kapsz majd feedbacket. Másrészt pedig, hogyha ez nem működne, mert néha előfordul YouTube egyébként, hogy bekattad, akkor van lent a leírásban egy Discord szerver, ahol nyugodtan egyébként tudtok csatlakozni, tudtok egymással játszani, vagy csak beszélgetni, ismerkedni, stb. Egyébként ott tényleg nyugodtan, mondom, nyugodtan játszatok, beszélgessetek, stb. Stb. Úgyhogy és mindenkelőtt a Discord küld nektek értesítést arról, hogy bármit feltöltök a csatornán, szóval az a Discord tuti jelezni fog. Tehát, sőt, amikor sokkal hamarabb, mint a YouTube. Igen, előfordul. Úgyhogy írsam, jött egy üzenetem már megint. Jó, úgyhogy találkozunk legközelebb is. Jók legyetek, és mindent köszönök, hogy megnéztétek. Sziasztok!